A diákok és pedagógusok közösen pakolták teherautóba az adományokat a Táncsics Mihály általános iskolában. Rászorulóknak gyűjtünk ilyen segélyt. Nagyon-nagyon sok szép és hasznos felajánlás érkezett. A Ceglédi Tankerületi Központ felhívására első szóra igent mondtak az intézmények. 24 iskola gyűjtött adományt, amit nemrégiben vittek el a háború elől menekülő családoknak. A végső elszámolásnál 6 millió forint értékben jött össze adomány, ami azt gondolom, hogy egy nagy szám, és a következő lépés az, hogy meg kell szervezni az elszállítást. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni, hogy mi nem csak úgy összegyűjtöttük és elvittük valahová, hanem a belügyminisztériummal egyeztettünk erről, ahol azt az információt kaptuk, hogy vannak olyan települések, amelyek már nem a határsában vannak, hanem kicsikét beljebb, és oda nem mindig jutnak el segélycsomagok, ezért ott a Rozsály polgármesterével, Sztojka Zoltánnal váltottunk néhány szót, aki azt mondta, hogy ezt a adományt, ezt Nábrádra kéne vinni. Nábrádon 55 menekültet fogadtak. A tankerületi központ adományában tartós élelmiszer, pelenkák, tisztálkodó és tisztítószerek, gyógyszerek, vitaminok, játékok és ceruzák is voltak. Az adománygyűjtésről és a segélycsomag elviteléről kisfilmet is készített a tankerületi központ, ahol látszik, amint a Kárpátaljáról érkezett család örömmel fogadja az adományt. A nagymama sírva mondott köszönetet. Nagyon hálásak azért, hogy itt lehetnek, és nagyon hálásak azért, hogy segítünk rajtuk. Ez is lett a címe a kisfilmnek, hogy Katalin üzeni, köszönjük ezt. Ő tényleg könnyével küszködve mondta, hogy ezt mondja már mindenkinek, hogy Katalin üzeni, köszönjük. A Ceglédi Tankerületi Központ minden diáknak és pedagógusnak emléklapot nyújtott át, akik részt vettek az orosz-ukrán háború menekültjeinek szervezett adománygyűjtésben.